Szevasz, Irike! Szevasz! Hogy tetszik a kis első utazásod? Sziasztok! Ez megint egy Siris vlog lesz, ugyanis a kiskutyámmal most mentem először külföldre, utaztunk együtt, és megörökítettem, gondoltam, elmondom az élményeimet. Kezdjük el! Hát hol is kezdjem? Talán ott, hogy miért hoztam el? Alapból, hogyha úgy választottam kutyát, és egy olyan kutyát szeretnék, aki mindenhova jön velem, ugye a városba, a tárgyalások, iroda, beülni, kávézni, akár este is egy vacsorára, hát akkor a mindenbe az is beletartozik, hogy elhozom magammal, hogyha elmegyek kirándulni, nyaralni, utazni valahova, és érzem is magamon, hogy inkább olyan helyzeteket, desztinációkat választok, ahova elhozhatom, bár pont lehet, hogy tényleg lesz egy másik utazásom, ami elég messze lesz, és repülővel, és oda nem biztos, hogy el fogom vinni, mert féltem a repülőútól. Hogyha nektek már van kutya utazás repülőn tapasztalatotok, akkor azt kommentbe osszátok meg. De most Bledbe jöttünk ki, ami azt jelenti, hogy egy 5 órás kocsi út várt ránk. Az első az, hogy ugye hogy jöjjön a kocsiba. Hát én bevallom, hogy nincs kennel, nincs ilyen utazó kennel. Úgyhogy az egész hátsó üléssor az az övé volt. Leterítettem egy törül között ilyen pokrócot, és azon teljesen jól el volt. Hogy egy kicsit előre szaladjak a sztoriba, ez addig volt remek ötlet, amíg nem volt az, hogy ami patak, tó vagy ilyesmi bement, és nagyon-nagyon koszos lett, de erről majd mindjárt még mesélek. Az utazás kellemes volt, és mert hajnalba indultunk, ezért még nem reggelizett, úgyhogy az egyik tankolásnál vicces volt, hogy ugye a benzinkútnál adtam neki kaját, és ott meg is ette, furcsálta a szitut, de nyilván a kajára elég könnyen motiválhatóak a kutyák, úgyhogy meg is ette. Még azt hiszem, azen kívül kétszer álltunk meg, leérkeztünk, tökre jól bírta, el volt szófogadott. Az is egy teljesen más hozzáállást igényel, amikor hotelt választ az ember, ugyanis a hotelnél is ugye csak olyanba tudunk menni, ahova kutyákat is lehet vinni, kutyabarát hotelekbe, és a top 2 választásomba pont sajnos nem lehetett vinni, de ahova végül mentünk, a Park Hotel, ez a neve, ott van Blednek a partján, közel a kastélyhoz. Teljesen rendben volt, jó fejek voltak, minden kutyára ki kellett költeni külön egy papírt, amúgy 15 euró éjszakánként az, hogy ő ott van velünk, és egyedül az étteremben nem lehetett hozni, amúgy mindenhol ott lehetett, jó fejül kezelte ugye a személyzet is, és a lakásban is jól érezte magát. Igazából ez ugyanaz, mint hogyha barátokhoz átmennénk, vagy valahol máshol aludnék. Már volt, megkereste a kis spotjait, és olyan érdekes, hogy mondjuk a ablak mellé, mert hogy mindig ilyen sarkokba megy, hogyha tudjátok, hogy miért a sarkokat keresik a kutyák, akkor azt is osszátok meg, kérlek, kommentbe. Hát mit csinálsz ott, Siri? Hát mit csinálsz? Mi van ott? Szevasz, az lesz a te helyed? Igen? Mi másról meséljek még? A kirándulások voltak a legjobbak, csak mivel ugye még kölyök kutyáról van szó, ezért mindenféleképpen most is itt van a hol veszem fel az asztal alatt, pórázon, tehát pórázon kellett menni, és olyan rossz, hogy ugye mentünk erdőkbe, mentünk egy olyan helyen, ami hogy hívják a Windgar, azt hiszem Windgar George-nak mondják, de majd ide kérom a jó nevét, mert valami rossz vagyok nevekbe. Szóval ott egy ilyen nagyon keskeny kis utakon mentünk, egy ilyen hegyi patak mentén, gyönyörű volt minden, de hát féltettem, ezért nyilván folyamatosan fogtam a pórázt, és amikor még le is másztunk valóban a patakhoz, akkor is fogtam, mert féltem, hogy jobban bemegy, elviszi a sodrás, tehát volt bennem egy ilyen para, azzal szemben, hogy mondjuk néhány hete elmentünk Gábor barátommal a Hármas Határhegyre, és ott az erdő megszabad adon rohangáltak valahogy. Talán a Gábor miatt is, meg hogy van neki is egy kutya, és azt a kutyát, ha vissza lehet hívni vele, nagyobb valószínűséggel jön vissza a Siri is. Ott ezt mertem. Itt nem annyira. És ugyanez igaz, amikor megmásztuk az egyik Bled közeli hegyet. Ott is ilyen nagyon-nagyon felfele kellett menni, és ilyen csúszós volt az egész ugye őszi idő. Nem mertem azt, hogy ne pórázon legyen, bár néha sokkal gyorsabban ment volna, mint én. Illetve, mert ugye a kutyákat, a kiskutyákat nem szabad lépcsőztetni, főleg a retriever típusokat. Hát amikor a tetejéhez értünk, várt ránk, szerintem egy olyan 100 volt 100 lépcső, nem? 100 lépcsős állomásról így felvittem a kezembe, hát az... Mondom a problémát, a kutya nem lépcsőzhet. Úgyhogy most ezen a lépcsőn itt én felviszem a kutyát.
még meg. Na, az durva volt, és hát már nem nagyon pici, úgyhogy ilyen 14-15 kilóval, de hát úgysem edzettem most két napja, úgyhogy miért ne csináljuk ezt. Egyszer az nagyon-nagyon durva volt, a Bledi tóba is beugrott, egy olyan helyen, ahol beugrani ugye lehet, de nem tud kimenni, és így álltam, hogy már láttam, hogy ki akar jönni, az nagyon-nagyon rossz volt. Ahogy Gábor barátom mondja, hát mindig készen kell lenni, hogy utána ugorj a kutyának, szerencsére ezt nem kellett, de így lecuccoltam, ledobtam gyorsan a cuccaimat, és így a grabancánál megfogtam, és hát kiemeltem, más megoldást nem találtam rá. Ugye egyik oldalról élvezte, hogy benne lehet, de utána, amikor látta, hogy nem tud kijönni, akkor tényleg rám van utalva, és nekem kellett megmenteni. Ezeket nagyon jó lenne, hogyha nem csinálná, de hát betudom annak, hogy ugye még kölyök kutya, és lesznek ilyenek, ő is majd jobban megérzi szerintem azt, hogy milyen korlátai vannak, és pont ezért nagyon jó, hogy eljött velünk, és ilyen élményeket, teljesen új helyeket tud megtapasztalni, átélni, és talán jobban látja a korlátait is, mit szabad, mit nem, hogy hallgasson rám. Hiszen amikor meg nem olyan inger gazdag környezetbe mentünk, akkor tényleg simán elengedtem póráz nélkül is, és ment, szaladgált, el volt, hogyha jöttek más kutyák, azokkal játszott, és amikor visszahívtam, még kutyától is, akkor vissza is jött, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok Vikinek, ugye a Play Dogs, aki Play Dogs néven fut, és nagyon jó tréner. Ezek voltak az élmények, közben... Na, mi történik? Az elköszönéshez Siri ugat, és most itt jön egy nagy kutya, ezt nézzétek! A találkozás. Hát ennél jobban szerintem nem is lehet elköszönni, szóval köszönöm szépen, hogyha néztetek, ezek ilyen gyors gondolatok voltak, hogy milyen volt az első utazás Sirivel, kutyákkal nagyon jól el van. Ha most találkoztunk először, kérlek nyomjatok a feliratkozás gombra és a csengőre, és menjetek át Instagramra, ahol kövessétek be Sirit. Nem tudom, hogy a másik kutyának van-e amúgy Instagramja, lehet, hogy van. Kövessetek be Sirit, kövessetek be engemet, úristen, kövessetek be engem is, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! I've been doing my thing, no one seems to answer when I feel like this.